Az irodalmat az olvasást népszerűsítő Pangea projektet az Egri Andrássy koordinálásával 2014-ben indították. Spanyol, török, finn, angol és lengyel partneriskolákkal közösen minden helyszínen lehetőségük volt a programban résztvevő diákoknak más kultúrák megismerésére, nem a szokványos tanórák, hanem csoportmunka során. Az adott intézményből is pályázni kellett a gyerekeknek ahhoz, hogy egy-egy külföldi helyszínen részt vegyenek a programban. Finnországban, ahol én voltam, a Múminok történetét dolgoztuk fel, ami azt hiszem egy nemzetközileg nagyon ismert gyermekmese, ami nagyon kedves volt. Nagyon sokat szórakoztunk a csapatmunkák alatt, maszkokat készítettünk, tablókat készítettünk, és igazából mindenki közelebbről megismerhette egy már olyan sorozatot és egy olyan írónőnek az életét, akiről esetleg nem is tudta, hogy a kedvenc mese figuráit ő írta meg. Most fordult a kocka, a program záró eseményén az egriek fogadják az öt országból érkezett gyerekeket és kísérőiket. Egyelőre furcsa még, hogy ennyi ember van, viszont mindenki barátkozik, mindenki nagyon nyitott, próbál mások felé nyitni, illetve jó, mert így a kultúrák találkozásával így tudunk párhuzamot vonni az mi életünk és az ő életük között, így mindig szolgál valami témával, amiről lehet beszélgetni, amit meg lehet vitatni. Angol a közvetítő nyelv, így mindenhol olyan műveket választottak a feldolgozáshoz, amelyek az interneten és angolul elérhetők. Egerben két magyar legendát, az Emese Álmát és a Regia csodaszarvasrólt dolgozták fel a résztvevők. A programban minden esetben nem csak közös iskolai, órai munkák, hanem ismerkedés az adott településsel is szerepel. Egerben Rázsi Botonda alpolgármester fogadta a vendégeket, és természetesen irodalmi alkotásokon, így az egri csillagokon keresztül mutatta be a várost és történelmét. Azt hiszem, ez egy igen érdekes projekt, hiszen azt kérjük a gyerekektől, hogy az irodalom segítségével próbálják saját nemzetük múltját, eredetét, kultúráját bemutatni, ehhez pedig olvasni kell. Ugyanilyen fontos, hogy a látogatások során tapasztalják, milyen ma ez a nemzet, és persze beszéljenek, ismerkedjenek, éljék át egymás mindennapjait. A projekt anyagait, az óravázlatokat, az egyes országokban feldolgozott irodalmi műveket külön weboldalon is elérhetővé tették.